A Csácsó Csöltészt a csokoládé, és szavaztuk gyerekek, Eurotruck Simulator 2-ben mindig írjátok a csatornán, hogy mikor lesz már Eurotruck Simulator. Úgy gondolta a képer, hogy böngészett itt a Steam fiókjába, aztán van egy Eurotruck szimulátorja, amivel megfejeltünk egyébként egy magyar mappal, úgyhogy veressük neki, mint a Veresegyházi, várjál már. Először is be kellene addolnom magamnak a csodálatos magyar mapot, amit így kell, ha jól sejtje, a kép. Képer, módosítások, megerősítése, aztán hozzuk létre, ami csodálatos. Keeper the dög fiókunkat, válasszunk egy ké arcot neki. Ez a nagyfejű, subbók fejű, humbák fejű csávó, ez nekünk nagyon jó lesz. Milyen gérdával gyerekek, milyen nem megyünk. Hát csak a Mercedes, az AMG. Jó, nem emökörködöm el egyébként. Egy szimulátor jellegű Eurotruck szimulátor gameplay szeretnék. A tüzesek leszünk egyébként. Jó, adjuk meg a szégnemünket. Keeper Trans, az lesz a cégneve, és pályamodul az Hungary. Steam felhő használata, nem tudom, az kell, nem kell, biztos, azt gondolom a mentés oda. Elnézést kérek egyébként, mert nagyon megvan fázva a képer csodálatosan. Ó, igen, mivel szeretnék játszani? Hát játékvezér kormánnyal szeretnék játszani. És milyen váltó? Szekvenciális váltó, felüli automata. Itt csak azt választhatom ki, hogy előre, üresbe, vagy hátra menetbe. Csak nyomnod kell a gázpedált. Nem már, én akarok váltani, gyerekek. Ó, várjál. Igen, ez jó. Oké. Mi van még itt? Gáztengely, ez is jó. Kuplungtengely nincs. Felnézés, várjál. Felnézés. Oké. Balra, jobbra nézés. Oké. Jó, következő. Váltás fölfele. Akkor már használjuk ezt a Farming Sim Heavy Equipment setet, és ezen lejövő joystickkal fogunk akkor fölfele váltani, és azzal fogunk lefele váltani. Tök jó. Következő. Oké, varázsló. A varázsló gyerekek befejezte a dolgokat. Annyi, hogy valószínűleg a tutoriált azt végig fogja csinálni a képer, mert annyira nem. Válasz ki, melyik városban szeretnél indulni. Jaj! Egyébként nem olyan sok város van még ugye ebbe ezen a térképen, viszont elég sok azért. A gyerekek, valami olyan, nem is tudom, Mór? Gyerekek, ez a Ferenc. A Mór a Ferenc. Na. Almás fűzítő, Tata. Honnan induljunk, gyerekek? Mi? Hol laktok? Valami olyan helyről szívesen indulnék, ahol laktok. Pestre semmiképpen, megőrülök. Sáró és Sáró... Simontornya, Solt, Dunaföldvár. Földvár felé félúton, az meg körül van Láckeve. Nem, az Dunaföldvár nekünk teljesen jó lesz. Választás meg... Inkább akkor menjünk már innen, Simontornyáról. Választás megerősítése. Olyan határozott vagyok egyébként az őrület. Nem tudom, hogy a hangerő az jó-e, meg annyit kellene csinálnom, hogy még be kellene állítanom egy-két... itt van ez a heavy equipment setem, akkor erre rá kell rakni indexet, meg mindenféle súlyát. Tudjátok, itt van 28.062 darab gombom. Meg egy csomó mindent szeretnék átállítani. Wow. Na, mit mond a Simontor? Üdvözöl a Eurotruck Simulator 2 folytatás. Végre eljött az idő, hogy azt csinálod, amit mindig is szerettél volna. Kamion vezethetsz. Bár fuvar cégen megnyitott a kapuit, sajnos nincs elég pénzed, hogy saját kamion vegyél. Egyelőre nagyobb cégeknél kell kilincselned az alkalmi fuvarokból, kell eltartanod magadat. Feladatod, hogy épségben elszállítsd a rakományodat, raklapokat kövind, nem. Gyerekek nem bíznak ránk nagyon sok mindent. Simontornya városában található telephelyre. A feladat felvégzéséhez szükséges járművet a cég biztosítja, és természetesen minden felmerülő költséget megtérít. Gyerekek, mindent megtérít, ne viccelj, eladom a kamiont akkor, borért. Ne okoz csalódást, és érkezz meg időben. Meg vagyok fázva, gyerekek! A táppénzre kellett volna benne, várra meg itt dolgozok már most. Na micsoda jó ez a magyar? Itt is vagyunk? Na várjál! Mit szeretne ő? Én meg mit szeretnék? Azt szeretnék állítani egy-két dolgot a beállításba. Amit azért talán sikerül. Grafika szerintem az megy, mint az Isten nyila, nem tudom mennyi van. Az fel van húzva ultrára, úristen! Mondjuk ez 10-sok éves játék már, úgyhogy gondolom talán menni fog, nem? Beállítások.
játékmenetbe állításokon akarok itt módosítani mindenképpen. Azt mondja, hogy fáradtság szimuláláshoz körekül, gyerekek, köraludé is? Közlekedési bírságok. Mi ez a preferált úthossz? Kamionokra vonatkozó kor, sebességkorlátozás, útinfúvar, térkép tájolása, navigációs mód, parkolás nehézsége. Jó van. Nem tudom, felét nem tudom, mi ez, gyerekek. Eger megfordítás, váltó, jó. Fékerő. Legyen fékerő, nagy fékerők legyen, nem? Kamion stabilitása. Oké. Esőérzékelő, automatikus gyújtás, motorindítás, automatikus rögzít fékbehúzás, légfék. Izét akartam, e? Várjál, e? Nyelv magyar. Ezt majd forintra állítani, ha lehet. Ó, hát hogy ne lehetne. Jó. Kilogram, cseri, izé, oké. Minden oké. Nézzük, billentyűk és gombok, azt akartam még állítani. Gáz, oké. Váltás üresben nem kell. Motorindítás, jó, nem számít. Motorfék. Azt tudok izét? Motorféket kapcsolni ki be. Pótkocsi fék. Diffizár, gyerekek. Én van ez az equipment szerintem, akkor erre akarok rakni. Mondjuk diffizárat rárakjuk erre. Jó. Balirányjelző. Az meg szerintem... Aha, az jó. Az jól is van. Oké. Okay. Villogó, kürt, légkürt, villantás, ablaktörlő. Az ablaktörlőt azt rárakjuk mondjuk ide középre. Tempomat. Hát ez nem nagyon használom szerintem egyelőre, majd akár átállítjuk. Irányjelzőt, azt jól beállítottuk. Jó, szerintem egyébként egy jó vagyunk, nem? Jó. Pautkocsi fölkapcsolása az meg. Jó, ez jó, ezen. Oké, gyerekek. Akkor ez itt szerintem így frankó. Hangokat megnézem, mert az meg lehet, hogy izé... Főhangerő, egy kicsit lejjebb veszem, nehogy az legyen, hogy ilyen nagyon ordít. Oké, azt akkor behetünk is neki a világnak. Megcsináljuk akkor a... Hú, köki itt? Jaj, gyerekek, ott köki menni? Na, indítsd el a motort, elbetű. Kamionodat a csatlakoztatott perifériával irányíthatod. Hajtsd előre pár métert, majd állj meg. Várj, egy sebességi fokozatot is teszünk neki egy egyesbe. Úgy, megállhatunk. Jó. Kamera 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 8-as, 9-es. Jó. Ideje, hogy elvégezz egy fuvart, használd az uniformot, hogy megnézd pontosan hol vagy és hova is kell menned. Ki is nagyíthatod? F1. Ha szüretelteted a játékot, az uniformot az egérrel kezelheted. Az uniforma kézi... A kézi mindig elérhető GPS-ed. Az eszköz megjelenít, helyzetedet, további információkat Jó. Itt láthatod az aktuális sebességedet, sebességfokozatot, a kamion sérülésének mértékét, üzemanyag mennyiségedet, fáradtságot, e-mailek, idő és pénzed. Jó. Itt van, 2000 forintunk van, ne szorrakozzál, testvérem. Ez mi? Ennyi pénzem van? 2000 forintom van? Jelenleg aktív oldal tartalma. Ugye most GPS-en vagyunk, oldalkapcsolók. Jó. És akkor ezt tudom itt váltani? Ez mi ez? Ennyi pénzünk van, gyerekek? Hát ez erős. Fuvarni 526 ezeret keresünk, gyerekek, elvisszük a jövőt, az árut. Itt van a károsodás. Jó, és ezt hogy tudom megállítani egyébként az időt én? F1 vagy pauz. Jó, oké. Okay. Oktatómód bezárás, ennyi volt. Hát nem nagyon íze jó, erős. Na, jó, menjünk. Figyeljetek, lámpecskut, azt hol kell kapcsolnom, vagy mit tudom én? Ó, hát ez nem az volt. Nem kell lámpa? Minek, nem? Minek a lámpa? Sporulunk, resti csökkentés van. Na, tudok nézelődni, várjál azt a ízét, azt hogy tudom eltüntetni onnan azt a tükröket? Nem kell tükör, hát így néz a képről. Hát a valóságban sincsenek tükrök ott. Jó, csapjuk neki. Teszünk egy hányos fokozatot, egyesben indulunk, gondolom.
Jó, hogy évben megakadunk. Itt kell kimenni. Hol kell kimenni? Megvadul a kettőről. Hol kell kimenni? Elvileg jobbra. De ez be van zárva az ajtó. Megszivatnak engem gyerekek, már most látom. Itt kell kimennem? A testvérem, nyisd ki az ajtót! És mi van? Portás sávok nyitja, hogy valami lesz? Haver! Na jó van, oké. Okay. Szavazd Dezső, mit tapsolsz? Hallod, minek örülsz? Lugor a seggeren, nem esél bele, mi? Már indexet is tettünk neki. Az igen! Mint hogyha egy lábost vernének egy fokanállal, olyan hangja van ennek az indexnek. Közben tettem egy másodikat. És harmadikat. Egy negyediket. Ennyire kell kiúzzatni a kamionokat, gyerekek? Olyan brutálisan? Hatodikba megyek. Hány sebességünk van egyáltalán? Ja, ez izé... Azt hittem a piros áll a csávó. Kik a kerüli? Ez mit csinál itt? Haver. Ne szívassál testvére. Itt jobbra kéne mennünk, ugye? Állj, vissza kéne kapcsolni, mert hatodikba lehet, hogy nem igen így durán kell, mi? Úgy aztán nem tudom, hogyan van ez. Autentikus környezet, de jól néz ki egyébként, tök jó. Csak itt ez, ki fognak engedni, hogy toljam ki az elejét? Nem már! Mi volt az? Tűzoltóságos? Úristen, mi van? Kis bucsálevonatot kaptak, vagy mi? Sorompó, testvéreim, hát kirakom az elejét. Lesz, ami lesz, nem? Mert csak ott a skoda. Csak nekem nem mennek nekem. Ájjáj. Ezek szarnak rá. Komolyan megálltál itt? Jó, akkor már megyek. Bocs, van. Azta! Ott ment az Icarus, gyerekek! Kipufogó szerviz is van valahol, azt írja. Jó, egy kicsit közel mentünk. Padlózik a gyerekek. Azt a negyedikbe megyünk. Teszem neki az ötöt. Hatot. Itt. Az előznek. Nem is tudtam, hogy előznek. Végre valami jó mesterséges intelligencia. Gyerekek, kilencedikbe vagy. Jú, gyorsan megyünk, nem? Álljál meg. Figyeljünk arra. Ötfeles tábla volt. Itt kell mennem jobbra? Hányba forduljak? Kicsit nagyobb ívbe körülött volna lehet. Simon tornya, gyerekek! 760 ezeret fizetnek, hogy ezt lehozom, ezt a fúvart. Ez nem valami erős. Vagyis... Az nem valami erős, hogy... Ilyen... Ilyen keveset kell menni. Ennyiért? Mennyit kell menni? Azt írja még 8 perc. Hát figyeljük, gyerekek, mert itt állnak a csávok. Hallod, ez nagyon autentikus. Ilyen pusztulat kocsmák, meg minden van. Pepsi. Hát sokkal részletgazdagabbak, mint ez a... Vegyesbolt, élelmiszer, italok, hallod? DPD futár megjött. Boravalót adjál bőven. Nagyon jó. Egyébként baró részletgazdag az egész. Hihetetlen. És mindenhol emberek vannak. Itt is egy kocsma. Ott van egy kocsma. Milyen kocsma neve? Étterem. Ugye nem megyek gyorsan, 40-40-el tudok itt menni. Mint a mokosban. Nem tudom egyébként mennyire pörgethetem ezt a verdát, gyerekek. Szépen okosban, nem megyünk gyorsan. 40-nel. 9-ben vagyunk egyébként. Oda néz, száguldodik. Az biztos valami pizzafutár volt egy pici autóval. Tudok mennek így minden beszes. Hát ez nagyon nagy. Azt a betyár, hogy száguldoznak itt az autósok? Itt kell nekem elvenni? Hát hogy sorolok itt be? Hoppá, visszafele gurulunk, Dick. Álljál meg! Vissza kell váltani egybe. Ennyink fel el kell fordulni. Nem tudok kihajolni vele mennyire? Jobban kilássak, hogy valami. Kamionnál egy kicsit jobbra kell szedni balkanyarnál, nem? Azt a betyár ugratott a csávó, hallod? Mi volt ez? Dabas fele vagyunk, vagy mi?
Zsatar! Ó, menjünk, talán jó lesz. Jajjaj, bore, állj meg! Teszem a másik kettőt, bazza, mert itt baj lesz. Haver, még jó, hogy befordult. Ha indexelni, meg én fogok majd találni. Jó van, srácok. Elmondom nektek, hogy nyomom a gázt, meg pakolom a sebességeket, ennyi a vége ennek a dögnek. Vagyis a gyorsulása nem a legjobb. Mi van az úton? Csapdák? Valami virágok, vagy mik vannak itt az úton? Nem úgy, hogy így be kéne fordulni ezzel a döggevet, nehogy elhúzzam az egész utcát el. Valahol ének egy üri gyerekek. Ja, soha bűnös életben nem játszottam LTS-t komolyan. Mármint eddig csak így ebóckodtam vele. Aztán emiatt nem nagyon vagyok ám képben erről ezzel kapcsolatban. De látom azért négy beállítók szépen. De hogy mindenhol ilyen ideig vannak ilyen kamionok az útszélén, nehogy jól érezze magát a keeper. Hogy azért indexelek, mert kerültem egyet, ilyenkor is kell. Huszonötte okosba. Na ide bemegyünk. Picit visszapakoltam. Ha valaki nyissa ki az ajtót, mi van? Hajtsd a portálhoz, hogy megkapd az engedélyt a leparkoláshoz. Hát köszi testvérem, figyelj, átjöttél ide? Az ikertes, hogy a másik bizonyen dolgozik, másik helyen. Mit akarod a tökönet? Nem akarod a tökönet? Hova kell leállnom? Nem lehet kiszállni egyébként a kamionból? Tök jó lenne. Hova kell itt állnom, hallod? Oda kell betolatnom, azt a betyár. Még nem cívott eleget a keeper. Hogyan tolatok oda megy? Szerintem nincs is neki hely. Honnan tolatok? Ide bemenjek jobbra? Ide bemegyünk jobbra. Nem akarok parkolni, akkor ugye lehet úgy, hogy... Hallod ember? Hogy tolatok ide be egyszer, nem is fér be? Most ne haragudjatok meg, de mi ez? Itt van a sok üdítős üveg. És ez komolyan meg lehet ezt csinálni? Valaki ezt meg tudja csinálni, hogy Robert tovább? Biztos van olyan, mi? Na majd a képer! Nem arra kéne szedni másik irányba, de várja. Kicsit még előbbre engedhetném, nem? Nem egy nagyon. Oké, mindjárt, picit. Picit még előbbre csurgok. Úgy. És akkor most egy rüki-bükit. Várja, hogyha erre tekerem, akkor lesz a jó rekel. Aha. Figyeld a lejét, eléri a lejét. Azt a betyár gyerekek, keeper az most már megérezte, hogy zajlik a dolog, figyelj. Targonca mellett odani, ott a... Úgy megyünk el, 2 centivel, hallod? Hop, hop! Stoj! Előbbre kell húznom egy kicsit. Ide így berakjuk, vissza. Nem mondod, ide betolatok elsőre, mert akkor én komolyan mondom. Izé leszek. LTS 2 pápa. Oda nézzél, hallod a targonca mellett ilyen milliméterre elment a keeper. Ne viccelj, testvérem az urba, hallod? Kicsit előbbre. Picit meglazult a kormányom, várjál. Annyira tekeri a keeper, hogy megőrül. Picit meglazult, oké. Okay. Kicsit előbbre. Ugye egyest elég kapcsolni, nem kell 1-8-at. Nem hiszed el, hallod? És nem is kocoltam le egyik oldalt se, ugye? Jó gondolom? Kormány, manuál váltó, minden is hangszer játszik, gyerekek. Hallod, nem hiszed el? Hát komolyan mondom. És innen most már felejtsd el, hogy látsz valamit, nem? Ilyenkor érzésből, vagy mi van ilyenkor? Nem akarok külső nézetbe, szimulátorozunk, gyerekek, nem izélők. Nem szórakozunk. Egy kicsit kiszállni vagyunk, ki lehetne, jó lenne, de nem lehet. Érzése, nem? Figyelj rá! Hú, hát ez nem annyira kell figyelni.
Húzzuk egyenesbe szépen, amik előre is kéne nézni. Figyelni kell, hogy akkor nem töröd be arra az irányba, mert különben nem látsz semmit, nem? Mert okosba úgy töröd be, hogy így. Ne kell visszatörni. Mondjuk a tükröt használnám a másik oldalon, akkor lehet, hogy előbbre lennék. Jajjaj! Elengedtem a kormányt, jó, el is ment a vonat. Itt most már látni, hogy mi a szitu. Egy, vissza. Áj, csodálatos gyerekek! 17-es baton, az meg volt. Meg is történt az esemény, gyerekek. Na, és akkor ilyenkor mi történik? Kiváló a voltunk! Kaptam összesen 7 meg 15 tapasztalati bónuszt. Aha. Zöldfülűek vagyunk. Üzemanyag. Jó van, oké. Most ilyenkor honnan szerzek munkát? Bocsakörgés, mert még mindig retteltesebb beteg vagyok. Viszont élem ezt, élem. Ez nem lesz rossz játék, nagyon félek tőle egyébként, nagyon hangerő, de talán nem. Mi ez? Ez céged székhelye? Hát, nagyon le van robbanva, ez nem cégem székhelye, ez... De vigyeljetek az Audi meg a... Ott van a pizzafutár autó, mi rendeltük a pizzát, ott áll. Elég szerény garázs, lehetne jobb is, de kezdetnek megteszi. Miért garást is tudunk venni? Sajnos még nincs kamionod, amit itt leparkolt, hát pizzát azt tudunk rendelni ide. Saját kamion választhatsz, hogyha... Vagy vásárolhatsz, hogyha lesz elég pénzed. Sok szerencsét. Kösz. Sirko, elvileg itt találtad az előmeneteledet. Oké. Okay. Itt vagyunk mi. Csodálatos sublók fejűek. Igen, és akkor hol van a meló? Kösz. Itt találtad az előmeneteledet, érted? Ennyi. Ezt meg tudom nézni, de jó. És hol van a meló? Valami... Ah, itt van a válaszmunkát. Ez nagyon jó, hogy van. Aha, gyors fuvar? Az legyen, gyors fuvar. És várjál, izébe kéne rakni. Ár szerint... Csökkenőbe. 1 millió, hogy gyerekek. 1 millió, egy fuvar. Hely! Disznóhúst kell vinni Tesco-ba, gyerekek. Várjál, és kirakja. Aha, úgy, de jó. Simon tornya, most ugye ott vagyunk. Figyeljetek, legnagyobb fuvar, nem? Ne viccelj, a Mercedes-szel megyünk. Fuvar elvállalása. És akkor ilyenkor ott is vagyunk? Vagy hogy van? Hogy oda kell még kecselnem? És kamiontól veszek, annak mi előnye lesz? Akkor több pénzt keresek? Vagy hogy van? Írjatok, gyerekek, mert nem tudja ki, mert egyébként ez egy ilyen mini sorozatnak indul, aztán, hogyha kiforja magát, meg hogy tetszik nektek, akkor ilyenkor rajtunk van a paut. Gyerekek, hát ez egyszerű, mint a száz összeg. Na, indultott a Keeper, Verdát. Ezt akkor csapjuk neki, hallod? Megyünk ki kapun. A Mercedes-e. Nyomunk egy kettest. 3. Egy 4, ide becsurgunk. Figyelj, gyerek, tapsolják kettőt, az kinyílik a kapu. Úgy szoktad. Úgy. Tudsz te mindent. Barátok. Mennyi vagy kettesben érdemes indulni egyébként ezekkel a verdákkal? Gyerekek, ugyanott vagyunk, mint ahonnan, ahova értünk, nem? És én látom ezt hosszú. Egyből ki is megyünk. Üsszük a disznóhús, töcsém. Most hogy lett ennyi egész 2000 millió forintom? Hogy ez a fuvar akar lenni? F1-es tábla van. De egyébként ezt az F1-et, ezt el is tüntethetném minden, nem lehet eltüntetni? Na minek az oda? Hiszen ott van a kamionban GPS. Francnak kell az nekem oda, nem? Hiszen... Ezt hogy lehet eltüntetni, gyerekek? Hát ott van a kamionban a GPS. Ez tök nem autentikus, hogy ki van oda rangva. Hát mondom, nektek izével akartam, bajusz kapcsolóval akartam indexelni az elem. Honnan gyűjtünk? Ú, az nagyon jön az a tesó, hallod? Tiporja neki. Apám, ezek hogy mennek, mint a szélvíz? Na jó, menjünk.
akkor már teszem is el, mert követtem a sebességi fokozatot. Ott a busz alak! De jó! 2-6 for Icarus, vagy mi ez, ugye? A TS busz. Az emberek így eltűnnek, meg visszajönnek. Mi? Ez érdekes. És ilyen horrorfilm. Oda lejj előzni akart a csávó, hallod? Azt hitte, hogy mi van. Keeper még nem rakta be a rettenetest. Azért próbálta meg. Jó, van 8-ba gyerekek. Két keze fogom a kormány, az előbb is ide jó volt. Kiugrott a kezembe, azt majdnem fötikor. Ajaj, mi van itt? Hát ez meg mi? Mi volt itt? Baleset? Ha nem mondod, de mindjárt összeszedem ezeket a bójákat. Nekem is ott kellett volna mennem? És mi a szar? Ez hogy? Mindegy, megpróbálok keverni. Nem tudom, a bóják azok ilyen... mellett ugye félre-e? Próbálok. Mert az a baj, a szembe forgala meg a bójákon, onnan jön. Na most megpróbáljuk, gyerekek. Az nagyon nagy. Á, gyerekek, hát ez nem buli. Terelés van. Dolgozzatok, szegények! Jön, jobbos nyomnom, pont zöld van. Kis toptam az indexet. Kirakom egy kicsit középre, úgy beszedjük. TS buszba üregelnek a csajok. Jó, ezt a nyomom rám neki. 70-es tábla van, hát akkor tapossuk. A manuális váltó nekem nagyon szokatlan most, ugye? Úristen, ezek még mértek, öcsém, láttad? Voltak csávok, ki volt rendőr, 90-es tábla, jó van. 10. sebességi fokozatban vagyok. 11-ben. Hány sebesség van egy kamionban, gyerekek? Megőrülök! 12, nincs több, jó van. Jó van. Hányas? 50-es tábla? Mindenkinek 50-es tábla. Milyen helyeken mérnek egyébként? Ma, hogy mérnek? Hogy az legyen, hogy megszívhatom magam. Az, hogy fordult ki a csávó, hallod? Olyan szűkösnek tűnik a hely ebből a kamionból. A legnagyobb gép, amit szoktam mellett néha hosszabb távol, az egy viváró. Azzal szoktam ordani a srácokat, tehát ott még egy személyautóhoz képest az is nagy, nem ugye ez. 13500 a gelpiszék, gyerekek. Mönnyetek, azt vegyétek. Cece! Na itt meg ide van, 50-es tábla kéne, hogy legyen. Mi 80-es tábla? Ja, itt az 50-es tábla. Á, ez a... Itt meg baleset történt! Járnak, kim vannak. Ja, ez a váltóval való majnálás, ez nem egyszerű egyébként. A Bonacsinek. Sárbogár, Paks. Itt kellene elmenni balra, nem? Na hát, ezt nem azt akartam. Sikerült egy ablaktörnöt kapcsolni a vélek. Nekem van elsőbségem amúgy. Mondjuk azt magyarázd meg a rendőrnek. Az zebránál kell pont beszélgetni, az ember mindig azt hiszi, át akarnak jönni. Amúgy tök életteli ez a map. Ez le a kalappal a készítő előtt. Nagyon full életteli az egész. Hú, itt is azért van, terelés van. Azt a betyár, itt kell elmennem, hallod?
kipörnek, kapacsba feladják a leckét. Jézus Isten, olyan klausztrofób érzésem van. Hát megőrülök. Vegyesbolt, élelmiszer, italok, minden, 60 méterre. Ezek is vannak ki, lányok vannak ki az utcáért. Kamionos élethez az hozzátartozik, nem? Lehet izéri? Happy finish-et csinálni? Várják a buszt, számos csajá! Elvigyelek! Na, az autószerviz, minden. Hát olyan mozgalmas az a map, így nem tudsz vele betelni, annyi ingerért. Folyamatosan, ott a rendőre. 70-es tábla van. Hallod, mérnek a rendőrök, jardok, kim vannak? Beszarsz neki, meg ilyen roncskocsik, meg mit tudom én, mindenhol ilyen. Különböző hungarokamion, étterem. Á, ez nagyon adja egyébként. Na jó, van, adjunk neki. Egy 8-ba megyek, de egyébként pörgetem, lehet, hogy nem kéne a kamiont pörgetni, mint az Isten nyilván. 90-es tábla, gyakran. Shatard Dabash! Kicsit följebb is nézhetnék így, nem? Nem mondod, hogy aratott a kombájn, öcsém! Ott voltunk a farmikba! Mindig azért nem tetszett ez a játék, mert ilyen nagyon inger szegény, de basz ebbe a izébe, meg úgy, hogy váltanom kell, meg kormánya, meg ez a map, ez egyáltalán nem inger szegény, mindent lehet rámondani, csak azt nem, na, fékezhetsz, visszatapolunk. Ötfeles tábla. Túl lehet lépni valamivel, mint a valóságban, és ugye ott is nem muszáj pont ötfele menni, mert csal az 5 km óra, meg van egy kis tűrés határ, meg minden itt gondolom nincs ilyen. Nagyon sokan gondolom kikapcsolják az ilyen büntetéseket, meg mindenféle szart, de hát az hozzátartozik a játékba szerintem. De azt lehet, hogy meg fogom unni ezt. De jó néz ki a környék minden. Még attól félek, hogy ezek a gyalogosok itt kilépnek. Ott vannak megint a csajok-e? Ruda? Nincs pályadva a rudám. Ujjjaj, de kár. Mármint így a... kormányra. Na, udassuk. Ez. 9-es fokozat. 10-es fokozat. 11-es fokozat. 12-es. Rátaláltunk Sárbogárd városára. Hát miért elveszett? Mi ez zsebiba van? És már megint izé, váltatok vissza. Ugye 9 körülre egyébként visszateszem okosba izé, 8-ba. Ez egy majdnem alapjáraton 50 elkerültök. Lakott területen belül. Hol messze követni? Azonra még átérünk, nem? Sárga volt. Sárga volt, átértem. Ez is sárga. Zöld hullám van. A rendőr meg itt éredezik, vakarja a fejét. Hát ezen már nem kell átmenni szerintem. Á, meg. De jó sokáig volt sárga, úgyhogy átmehettem volna. Idébb kuszunk. Fékerőt felállítottam ilyen nagyon magasra, azt meg elvitték az UFO-k azt a nőt. Jó van. Ez, hogy így váltani kell, egyébként ez ad egy feelinget hozzá. Nem csak nyomod neki, hanem el kell váltani mindig. Zöldség, gyümölcs! Hát meddig kell megmennem? Nem arról volt szó, hogy Sárbogárdra gyűlök? 479 az üzemanyag, gyerekek. Nem hiszed el, hogy még a izé is benne van. A modba. Ugye az ársapkás üzemanyag. Beszarsz neki, nagyon jó. Á, ez is iszonyat jó az a mag. Én mondjuk nem nagyon játszottam izőért, ilyen modolt mapon talán egyen összesen valami ruszkin, de hallod, ez amennyire ilyen részletgazdag, tényleg így folyamatosan kapkodod a fejed, és itt ötször végigjötsz, akkor is látsz újdonságot, mert egyszer nem tudod megnézni mindent.
Nézd már, hogy milyen jó. A Lidl állnak a kocsikben. Jaj, de már megint terelés van. Jelenleg itt te úgy van megcsinálva, hogy elférsz, nem? Csak először volt ilyen nagyon ijesztő. Elnézést. Elnézést, nagyon beteg vagyok. Na, itt kell bevenni majd el. Egyben 8-a megyek, szóval betartsuk a sebességhatárt. Na, úgy kell bevenni. Elágazó előtt még. Ja, ez maga... Maga az a tele? Hát, hogy semmit meg vagyok keverve. Ja, nem, ez egy elágazó. Ja te, bazd, tipikus Tesco, te hallod, ugye hátul kell bevenned, ugye. Tálak a kamionok, várják a sorukat, vagy pihennek szépen. Hát ez nagyon... Rá kell tolatnom még a rampára is, megőrülök, ha tényleg úgy van megcsinálva. Esélyes egyébként. Nem tudom, miért használom a legeret, amikor ráadtam már. Csávó! Ne feszegesd azt a... ...mizét, kerítést, hanem nyissad ki szépen. Úgy van, idegessé, meg tapsolj egyet. Tapsolni szerettek. Szevasz! Hello, hello, Dezső. Meghoztam az árut. Meghoztam a farhát, a akciós. Meg a lisztet. Hova körálnom? Bocsánatot kérek, hova? Ide? Hát ez bazza, ez gyerekjáték lesz, öcsém. Kipör ezt már úgy fogja tudni, hallod. De szépen előre csurgunk, okosba. Ezt a mindjárt átszedjük a másik oldalra, azt mehetünk visszafele. Nem arra szeret hülye gyerek, hanem a másik oldalra volt. Ó, mi? Hát ez nem volt az igazi. Ez kevés, kevés. Nem baj, már hátra csurgok egy picit. Ezt kihúzzuk előre, jó? Ezt elnézte a rajzot a Keeper. Hát ez még mindig kevés. Jó, hát nem vagyok egy zseni ebben egyébként ez a félpótkocsis tolatásban. Főleg ilyen kamion életbe. Szóval, ezt nézzétek el nekem. Meg kell nézni a másik oldal, te férünk el, nincs ott sem. Ott egy targonca van egyébként. Raknak ilyen érdekességeket ide. Ott egy targonca, de talán nem megyünk mellette. Nem jó. Meg túl közel lesz. Ja, itt a targonca, látod-e? De maradjuk, baj van. Azt a targoncát, azt tetették volna innen. Á, de hülye, hallod? Nem jó erre álltam, more. És ezt jól ecsesztem. Nem baj, megoldja a képer, ha megoldjatok. Higgyetek el, hogy megoldom innen. Innen is megoldja. Keeper barát. Most lássál valamit, mi testvérem? Most innen már érzésre megyünk. Most rögtetek egy nagyot. Figyeljetek, érzésre beteszi a Keeper, figyeld! Oda nézzé! Oda nézzé! Hát, majdnem sikerült. Bocs! Bocs gyerekek, de... Bele kell jönni, tanulni kell. Jobban szedd alá, hülye gyerek. Úgy. Úgy, és most vissza, vissza, még vissza, még vissza,
Még visszakövessük le. Kövessük le a pautot. Kövessük, kövessük. Úgy, úgy. Kicsit vissza. Előbbre. Nem, már jó lesz innen, már miénk. Innen már milyen gyerekek. De legalább nem kocoltam meg ezt a Volvót, te. Ma annak is örülök. A te! Ne vicceljél! Megtörtént az esemény. Na, helyén van. Lecsatlakozás. Ilyenkor? Igen. Mennyi? Egy 3 percig. Nem hiszem, hogy eddig jöttük. Pénz, oda nézzetek. 1.700.000-et kerestünk, gyerekek. Kaptam tapasztalati pontot, minden jó van. Már van egy csomó lóing, mennyi lóing van? Hol van a izé? Hol van, hogy mennyi pénz? Itt van, egyenleg 3 millió. Kövess nyomó garázsait, teljes miért, vegyél fel új sofőreket, és aha, de jó nekem. És ezt meg tudom nézni itt, hogy bank, pautkocsi, garázs vásárlása, munkaerő közvetítés, garázsok, kamionok. Nincsen izém. Gondolom, kamionkereskedő várja. Mennyibe kerül egy kamion? Itt van egy-e? A Mercedes. De várj, ilyenkor oda fogok ugrani. Online vásárlás. Nézzük meg, mennyibe kerülnek ezek. Mennyi? 44 millió zolja. Ne szórakozzál. Hát ezt még egy kicsit kökumikóra mérte, ugye? Jó, vagy gyerekek, tudok én itt menteni? Vagy valami csodát csinálni? Hol van a mentés? Van két e-mailem, várja, biztos írtak a csajok. Pénzre van szükségű? OTP bank. Kamionok eladók. Jó, Székesfehérre az volt, azt láttuk. Uda mentés. Jelenlegi állás mentés, és akkor innen folytatjuk. A csacsacsa. Nyugodtan írjatok, hogy mit csinálok rosszul, mit csináljak jól, hogy menjen, meg hogy egyáltalán legyen belőle a sorozat. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!